Sziasztok! Zsombok Réka énekesnővel beszélgetek, és arról faggatom, hogy az éneklés és a zene általi önkifejezés miként segített neki, hogy teljesebb és boldogabb életet éljen, és ezen belül ugye arra is kíváncsi vagyok, hogy nekünk miként lehet teljesebb és boldogabb az életünk a zenei önkifejezés segítségével. Maradj velem, maradj velem, maradj velem, maradj velem, maradj velem. Elbúcsúztam százszor, hányszor kell még magamból hátrahagynom, félek én is elveszek. Eltévedtem párszor, de bárhol ér a holnap, veled újra kezdhetem. Nyári zápol, ugye itt maradsz velem? Az éneklés ilyen gátakat bontott le benned, vagy segített, hogy az emberekkel jobban kapcsolódj adott esetben? Számomra a zene és az éneklés az örömet okoz. És hogyha valakinek ezt tetszik, és valakinek örömet okozok azzal, hogy ezt csinálom, hát az a legnagyobb boldogság. Olyan, mint hogyha így te megíred a saját örömödet, és létrehozod, de szinte szó szerint egy ilyen hullámhoz, egy ilyen örömteli hullámhoz, amire rá lehet csatlakozni, és akkor mindenki ráül erre az örömvonatra, és akkor valahogy egy ilyen boldogabb, kiegyensúlyozottabb tér keletkezik. Hát ez nagyon naivan, meg ilyen rózsaszínen hangzik, de hát szerintem nagyjából erről van szó. Abszolút, igen. Valami ilyesmi. És te szoktad ezt látni, mert ugye foglalkoztál óvi turnéval is, tehát hogy gyerekeknek elvitted a zenét óvodákba, ami most a pandémia miatt szünetel. Te mit látsz kívülről, hogy az emberek miként tudnak kapcsolódni a zenében? Tehát ahogy felolvadnak, mert mi emberek, akik ugye járunk koncertekre, látjuk azt, hogy meg tapasztaljuk azt, hogy milyen az, amikor egyszerűen felolvadsz a zenében, és úgy viselkedsz, ahogy lehet, hogy egy random kedreggel nem viselkednél, és így olyan dimenziókat nyit benned, amikről lehet, hogy azt tudtad, hogy létezik. Teljesen felszabadít. Tehát, hogy te ezt hogy látod, vagy belülről, hogy tapasztalod? Igazából engem sokszor még meg is döbbent az, hogy az emberek mennyire nyitottak a zenére, hogy mennyire, hogy is mondjam, el tudnak varázsolódni egy-egy ilyen koncert alkalmával. Hogy például, amikor gyerekeknél zenéltem, vagy elmegyek egy olyan helyre, ahol azt gondolom, hogy hát itt semmi, tehát itt valószínűleg nem lesznek erre vevők, vagy éppen nem olyan dalokat hoztam, ami nekik tetszett, és annyira meglepő sokszor, hogy a legváratlanabb helyzetek alakulnak ki ilyenkor, hogy érted? Nagyjából, hogy ahogy észreveszem azt, hogy mondjuk felfigyelnek akár a hangomra, akár egy szép dallamra, egy jó számra, és hogy így megindul bennük valami. Tehát akár a gyerekekbe, akár a felnőttekbe. Tehát, hogy az egy dolog, hogy én imádom a zenét. Én imádok énekelni, imádok szerepelni, de az, hogy tényleg ez emberekre úgymond hatással van, és emberekkel ezáltal így kapcsolódhatok, az nekem ez egy annyira ilyen megfoghatatlan, misztikus, mágikus dolog, és ilyen tök izgalmas. Ha már misztikus dolgokat említesz, ugye szoktunk hallani ilyeneket, hogy a zene gyógyító erejű, és hogy a zene akár lelkileg, akár testileg. Elég, ha Tóth Dórit említem, közös ismerősünket, aki fizikailag gyógyult meg többek közt a zene segítségével. Te erről mit gondolsz? Vannak akár közvetett, vagy saját tapasztalataid erről? Hát saját tapasztalatom rengeteg van, mivel ugye bármi bajom van, tehát vagy rossz valami, vagy jó valami, én mindig a zenéhez nyúlok. Tehát nekem úgymond könnyű dolgom van, mert nekem tényleg úgymond ez a gyógyír. Hát most ezt nem tudok olyanokat mondani, hogy mondjuk beteg voltam, és akkor meggyógyított azt, hogy mondjuk írtam egy dalt, vagy bármi, viszont azt tudom, hogy mindig jól esik a lelkemnek. Tehát, hogy bármi van, bármilyen élethelyzet, nekem az mindig segít. Tehát az mindig boldoggá tesz. Valamikor nincs kedvem nyilván, amikor olyan helyzet van, de nyilván egy sportolónak sincs kedve szerintem mindig úszni, vagy futkorázni, vagy akármi, ugyanúgy nekem sem mindig, de ez az a dolog, amiben úgy mindig bele tudok így bújni, vagy menekülni. Meg gondolj bele, lehet, hogy pont ezért nem tudsz ilyen fizikai gyógyulásról beszámolni, mert én a személy szerint hiszek abban, vagy én azt tartom igaznak, hogy
lelkileg így tényleg, tehát hogy én úgy képzelem el, hogy olyan a testünk, mint hogy egy kikristályosodása lenne a lelkünknek, és hogyha a lelked rendben van, akkor nem tud, tehát egyszerűen fizikailag nem tud létrejönni a baj, és lehet, hogy az, hogy te kiegyensúlyozott vagy, egyszerűen, tehát nincsenek benned olyan görcsök, elakadások, problémák, olyan betokosodott érzelmek, amiket ne tudnál feloldani ugye a zenében, és így nem tudsz megbetegedni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen belső védőpajzsként működik a zene. Érdekes. Egyébként ebben így még nem gondoltam bele, az az igazság, de valóban. Tehát, hogy ez egy ilyen, olyan, mint egy terápia tényleg, hogy valaki mondjuk kineziológushoz jár, valaki elmegy golfozni, mit tudom én, szaunázni, akármi, hogy tulajdonképpen tényleg ez egy ilyen terápia, hogy ebben mindig bele lehet úgy kapaszkodni, hogy ez mindig segít, mindig ott van, mindig ad valamit, valami újat, valami plusz, tehát, hogy igen. Abszolút, meg hát azért ne felejtsük el, hogy annyira ösztönös önkifejezési forma ez. Tehát szerintem hamarabb tanul meg énekelni az ember, mint mondjuk beszélni, azt gondolom. Vagy hát, és nem is csak a mai civilizációra gondolok, hanem akár, hogyha visszamegyünk tényleg a nagyon régi korokba, a zene, meg ez a kalapácsolunk, meg bottal adunk hangokat, meg együtt vagyunk, és együtt egy ilyen, a közösségek életének a része volt mindig is ez. Tehát, hogy én nem is értem, hogy élhetünk le akár életeket úgy, hogy nem éneklünk, meg nem próbálunk hangokat kiadni. Hát ez olyan bebörtönzött létforma, nem? Tehát én mondjuk én megtapasztaltam, pont a közelmúltban imádok énekelni itthon is, biztos az összes szomszédom örül ennek, de most egy ideig másra koncentráltam, és ez így kimaradt. És egyszer csak így észrevettem, hogy Jézusom, de rég nem énekeltem, milyen fura, és aztán elkezdtem, és rendesen így éreztem, hogy így kisimulok, hogy valahogy, mint hogyha, meg ugye nem járok mostanában a koncertekre, nem tudom kiadni a gőzt, és így itthon elkezdtem énekelgetni, meg így megbulizni, és rendesen kiegyensúlyozottabb vagyok, tehát, hogy felír egy ilyen hangulatjavító szerrel, és mindig kéznél van, de te mit javasolnál azoknak az embereknek, akik még nem találták meg magukban a kapcsolatot a zenével? Hogy kezdjék? Hát számomra már az döbbenetes, hogy valaki ugye azt mondja, hogy nem szereti a zenét. Nagyon-nagyon ritkán találkozok ilyennel. Mert amikor valaki azt mondja, hogy én nem szeretem a zenét, nem hallgatom, meg én utálok énekelni. Annyira fura, tudod, hogy nekem korom volt az életem, és akkor valaki jön egy ilyennel. Hogy kezdje? Hát nyilván nagyon jó alapot ad, hogyha már pici korba beiratják a gyerekeket valami hangszerren, vagy hangszerre, hogy játszanak. Én is ugye hegedűn kezdtem még 6 évesen, könyörögtem anyáiknak, hogy konkrétan apának, hogy írassanak be, mert nagyon tetszett, már ahogy mutogatták ott a suliba. És hát tök jó, hogyha erre alapvetően nyitott a gyerek, de ha nem, akkor nem tudom, hogy valahogy ilyen nagyon játékos formában kell ezt elkezdeni, vagy ha mondjuk felnőtt korban nincs meg a kapcsolat. Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehet így előhozni. Tehát, hogy erre nem tudom a választ. Mert nem is gondolkodtam még az igazság. Mert ugye, aki ebben benne van, hát a legtöbb ember valamilyen szinten szereti a zenét, foglalkozik vele, vagy csak hallgatja, akár rádióban, akárhol. De hogy egyáltalán semmi kapcsolata ne legyen, az nagyon-nagyon furcsa. És nem tudom, hogy lehet nem mondjuk rávezetni, vagy megértetni vele, hogy mennyi jótékony hatása van ennek. Lehet, hogy ilyenkor ki kéne próbálni akár több zenei stílust, mert érdekes, szoktam ilyet hallani, hogy mondjuk főleg idősebb zenészektől, akiknek mondjuk ez a hivatása is, hogy hát, hogy a mai zene már annyira elkorcsosult, meg annyira nem, csak meg kell találni a jó zenét. És lehet, hogy aki azt hiszi, hogy nem szereti a zenét, ő sem találta még meg a hozzápasszoló jó zenét. Igen, pontosan. Tehát lehet, hogy nem is keresgélt. Ez olyan, mint a hivatás, tudod, hogy mondják, hogy találd meg a hivatásodat, és akkor mondja sok ember, hogy hát én nem tudom, hogy igazából mi az, ami érdekel, hogy mi a célom, stb. És hogy ez azért van, mert hogy ki se próbálnak semmit. Tehát, hogy annyi minden van, amit az ember nem is tud, hogy milyen lehet. Mert nem megy bele, nyilván érted. Tehát, hogyha itt a zenét veszük, akkor azt gondolom, hogy hát mondjuk én utálom a zenét, mert nem tetszik az a stílus, meg az a stílus, meg az a stílus, de mondjuk nem gondol bele, hogy van
még vagy 100 stílus, ami lehet, hogy tetszik. Neki csak nem teszi bele az energiát, hogy mondjuk megismerje. Igen, így van. Neked mi volt a legpozitívabb tapasztalatod eddig a zenével? Nekem az ilyen nagyon durva élményem, amikor rájöttem, hogy én lehet, hogy tudok dalt írni. Tehát, hogy amikor így tudatosult bennem az, hogy hú, hogy lehet, hogy én hogy tudnék saját zenét csinálni, vagy tudnék szöveget írni, tudod, és akkor ebbe így elkezdtem így belemenni mélyebben. És az a felismerés, az egy nagyon, nagyon érdekes, izgalmas dolog volt. Az olyan döbbenetes volt, hogy hú, lehet, hogy még én is lehetek dalszerző. Ez egy mérföldkőnek mondható, vagy egy ilyen meghatározó része ennek a pályának, pályafutásnak, ha lehet így mondani. Igen, hiszen ez is milyen jó, de szerintem nem is csak a zenére igaz, hanem mindenféle önkifejezési formára is itt becsatlakozik az, hogy hát ahol mi megismerkedtünk a Kimiben, ott azért másról sem volt szó, mint önkifejezésről, tehát szobrászat, festészet, rajz, textil, művészet, stb. Tehát azért mindkettőnk ez közel áll, de hogy talán ezért is fontos a művészi önkifejezés, legyen szó bármiről, vagy egyáltalán az önkifejezés, sport, akármi, mert bebizonyítod magadnak, hogy képes vagy rá, bármire. Tehát gyakorlatilag el tudod érni a céljaidat, van erőd, van, tehát hogy meg tudod oldani az életedet, és akkor, amikor mondjuk padlón vagy, akkor eszedbe jut, hogy jé, meg tudtam rajzolni azt az aktot, amit nem tudtam volna elképzelni magamról, de hogyha az sikerült, pedig nem tudtam elképzelni magamról, akkor lehet, hogy más is sikerülni fog. Pontosan ez amúgy szerintem így van. De sokszor abból merítek erőt én is, megmondom őszintén. Amikor tényleg vannak ilyen nehezebb időszakok, vagy nem vagyok jobban magammal, vagy így sok a probléma, vagy kihívás, nevezzük akár, hogy így belegondolok, hogy emlékeztetni kell magam arra, hogy az vagyok, aki vagyok, ide születtem, ezt értem el, úgymond, megcsináltam ezt, létrehoztam azt, és hogy ez milyen nagy dolog, mi más ne tudnék még létrehozni, vagy megoldani az életben. Szóval ez tényleg, tényleg igaz. Téged országos szinten is ismernek, ugyanakkor egy apró óvodának az apró, nem tudom, süni csoportjában is ugyanakkor átéléssel zenélsz és énekelsz. Mennyire fontos a külvilág visszajelzése szerinted? Hát mindenféleképpen fontos. Hát ebbe a szakmába ugye meg pláne. Tehát, hogyha nincs, akkor igazából megette a fel, akkor nincs értelme csinálni. Én meg hát különösen olyan vagyok, hogyha nem kapok egy bizonyos szinten pozitív visszajelzést arra vonatkozóan, hogy mondjuk jó, amit csinálok, akkor én nagyon könnyen el tudom veszíteni a hitem. Megmondom őszintén, hogy ez nálam egy nagyon-nagyon nagy kihívás, hogy akkor is tudjam azt, hogy én ki vagyok, és mit csinálok, amikor mondjuk nem reagálnak annyian a dolgaimra, akár egy új saját dalra, vagy bármilyen szösszenetre, amit így megosztok a nagyvilággal, és hogy mindig tudja azt, hogy attól, mert nem jön vissza az, amit mondjuk én várnék, vagy gondolok valamit, hogy hú, ez tök jó, ez biztos tetszeni fog az embereknek, lehet, hogy pont nem. Amire meg azt gondolom, hogy nem, az meg lehet, hogy igen. Tehát, hogy ez annyira ilyen kiszámíthatatlan, tudod. Meg szerintem nem kell nagyon nagy jelentőséget tulajdonni sem a negatív kritikának, például sem a pozitívnek. Tehát, hogy mindig valahogy helyén kell kezelni ezeket a visszajelzéseket, amik érkeznek a munkánkra vonatkozóan. Mert csak nem legyen visszajelzés. Tessék? Csak legyen visszajelzés, tehát jusson el. Igen, tehát valami mindenféleképpen legyen, mert hogy nincs, hát akkor minek csinálod? Mert magamnak nagyon szívesen elzenélkötök már így 20 éve, csak nyilván szeretné az ember minél több embernek megmutatni azt, ami benne van. Igen, főleg, tehát hogyha már ilyen szinteken műveli valaki, mint mondjuk te, de tehát hogyha mondjuk valakinek tényleg csak egy ilyen gyógyír, akkor én azt gondolom, hogy akkor tök mindegy, hogy kihallja, hiszen akkor magadért csinálod, de ilyen szinteken, hogyha mondjuk másoknak is örömet akarsz okozni azzal, amit csinálsz, akkor igen, fontos, és az a nagyon jó ebben, hogy közben én tudom, hogy
neked, tehát nem úgy érted, hogy a Papp László sportarénában legyen 12 ezer ember, és üvöltve, örjöngve tapsoljanak feltétlenül, hanem akár 5 darab óvodás ragyogó tündöklő szemmel menjen oda, és legyen holnap közvetlenebb egy vadidegennel, akiben meg lehet bízni, vagy, tehát, mert nyílik, tehát hogy legyen hatással emberekre. Így van, a legfontosabb, igen, amit mondasz, hogy hatással lenni. Sokszor ugye próbáltam megfogalmazni, hogy mit is jelent a zene, meg mit akarok közvetíteni, stb. És valahogy mindig ez volt az, ami legközelebb áll az igazsághoz. Hatással lenni az emberekre, akár a hangommal, akár a dalaimnak a mondani valójával, bármivel, csak hatással lenni, tehát valamilyen érzelmet kiváltani. Hát az, hogyha mondjuk azt látom, hogy valaki megkönnyezi az egyik dalomat, hát ez nekem olyan jól tud esni, nem tudom elmondani. Tehát amikor érzelmeket csalsz ki, és azt mondjuk, hogy úristen, ez nagyon durva. Valahogy mindig ez a cél. Vagy ezt próbálom így elérni, valamit így kiváltani az emberekből. És ha már hatást keltettél, és megint csak legyen szó bármilyen önkifejezésed, hogyha már hatást keltettél, akkor elindult tényleg ez a egyenesen pillangó hatás. Tehát ahogy mondjuk könnyeket csalsz a szemébe, lehet, hogy mondjuk megkönnyítettél egy elengedést. De ha megkönnyítettél egy elengedést, akkor már valami újnak a befogadását is segítetted, de az az új lehet, hogy sokkal jobb, mint ami volt, és abból lehet, hogy születni fog megint valami. És akkor elképzelhetetlen, hogy milyen hatás kiváltására vagyunk képesek, a legapróbb dologgal is akár. Igen. Így elindít egy lavinát valami irányba. Igen, és nem mindegy, hogy milyen irányba. De hát pont így ezzel a hogyha egy kicsit tudatosabbak vagyunk szerintem így ebben a hatáskeltésben, akkor új világot is így lehet építeni. Igen. Hát én nem véletlenül szeretem nagyon az olyan előadókat, meg zenekarokat, zenészeket, akiknek tehát nem csak az a céljuk, hogy így énekelgetnek, vannak tök jó dalaik mondjuk, de én mindig azokat az előadókat szeretem a legjobban, akiknek nagyon mély mondani való dalaik vannak. Most például a Kowalski Vegát, ha említhetem, a Margaret Island-től kezdve, nem is tudom, hogy kit mondjak még, aki ilyen kicsit spirituálisabb, kicsit mélyebb gondolatvilággal rendelkezik, de én ezeket imádom. Tehát ami szól valamiről. Nem elég, hogy tök jó a zene, mondjuk tök jó az előadás, de még a szöveg is olyan, hogy van olyan zene, amit azért hallgatok, nem azért, mert mondjuk tökre tetszik a zene, hanem azért, mert imádom, amiket mond, tudod, és akkor hallom a szöveget, ezáltal már a zene is megtetszik, meg az egésznek a felépítése. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogy így valahogy megtalálja ez a közönségét, hogy ki miért, de valaki hallgatni fogja, az biztos. És minél többen, annál több az ébredő, annál jobb lesz a világ. Állj meg, ébredezz, lélegezz, fékezz, ha kell, nevethetsz, sírhatsz, én nem hagylak el. Állj meg, összetört szíved, majd összefor idővel vágy. Még egy dolgot hadd mondjam, Daniella, ezt megfogadtam, hogy el fogom mondani. Most néztem meg a Peller Marianos és a Lár Andrásos interjúdat. Döbbenet, de egyszerűen annyira hatás alá kerültem. Megmondom, hogy még amikor elkezdtük a beszélgetést, én nem is érkeztem meg ide. Mert hogy annyira el voltam így, tudod, így szálva, hogy benne voltam azokban, amiket mondtak, de fantasztikus, tényleg. Tehát minden ott van, amit úgy tudsz, meg ott van a fejben, csak nem tudod kimondani, meg megfogalmazni. Ez zseniális. Szóval köszönöm az élmény. Hát én köszönöm nekik, hogy csatornázhattam meg annak, amit ők csatornáznak, hogy általunk eljuthat még sok emberhez. Egyébként ebben ez a fantasztikus, hogy azért nagyon hatásos, amit ők mondanak, mert valami olyan, mintha egy a kollektív térből egyszer csak lejön, de magadénak érzed, és ha belegondolsz, akkor lehet, hogy nem is mondanak annyira újat, de hogyha ők nem mondják ki, akkor benned az a rész nem ébred fel, mert lehet, hogy magadtól nem tudod ezt így életre csiholni, de ők jönnek a fényükkel, és azt a zseblámpát rávilágítják arra, ami benned van, és csapkodod a homlokodat, hogy Jézusom, hát tényleg. Igen, elképesztő. Tehát, hogy tudod ezeket a dolgokat, de hogy mégse. Tehát, hogy azért kell ezeket hallgatni, megnézni,
mert ezek így felébresztik benned ezeket a dolgokat. Én ezeket imádom, tehát nekem ez a kedvenc hobbim egyébként, hogy ilyen előadásokat hallgatok, meg interjúkat. Nagyon-nagyon-nagyon gondolatébresztő. És elgondolkodtam. Örülök, igen, én is azt gondolom, hogy meg engem is ez hajt, hogy ezekben, amikor egy kicsit így a közösbe így visszacsatornáz minket, ezek által tudunk együtt egymásban otthonra találni. Tehát ilyen egészen elképesztően katartikus és eufórikus élmény. Igen. Hogy igazából sosem vagy egyedül. Mert megnézel egy ilyen videót, és arra gondolsz, hogy Jézusom, tehát így. Hogy társai vagyunk egymásnak. Akkor is, hogyha nem ülünk egymás mellett, és akkor is, hogyha néha vannak mondjuk rosszabb napjaink, mert alapvetően van valami olyan erős, közös indítatás, egy olyan közös, belső mag, egy olyan, mint egy madzag, amire mindannyian felfűződünk. Igen. Ezeken nagyon-nagyon-nagyon fontos a belső munka, a léleknek a mélysége, rejtelmei, ezt vizsgálgatni, ezt tanulni, olvasni, tehát én ezt imádom. Szóval nekem... Nem mondom. Úristen, de te meditálsz, vagy mit használsz erre az ébredésre? Úgy indult, hogy elolvastam Balogh Bélától a végső valóságot, az volt a kezdet. És hát onnantól kezdve ugye elindult egy ilyen utazás, és hát a mai napig tart, ami nyilván tudjuk, hogy egy ilyen hullámvasút. És hát mindenféle eszközökkel próbálom én is jobbá tenni így az életemet, a gondjaimat megoldani, a kihívásokat leküzdeni, akár meditációval, akár családállítással, egyéni terápiával, theta healinggel, könyvekkel, önfejlesztő előadásokkal, tehát én ezekben nagyon szeretek így bele mélyedni. És milyen meditációt használsz? Vezetett, vagy milyen jellegű? Elcsendesedés? Én megmondom őszintén, mióta Budapesten élek, azóta nem tudtam vezetett meditációra elmenni, mert Békés Csaván, akihez jártam, kineziológus hölgy, majd imádom egyébként. Szerintem el is mondom a nevét, csak ha már nyugodtan. Rajcsovics Krisztáról van szó. Ő nekem nagyon sokat segített ebben a belső munkában, és én hozzájártam vezetett meditációra. És megmondom őszintén, valamiért nekem az egyéni meditáció nem megy még annyira, vagy csak én gondolom azt, hogy nem megy még, vagy nem hiszem el, hogy megy. Na mindegy, nagyon nehéz nekem elcsendesedni így a hétköznapok káoszos forgatagából, de nagyon jó lenne megtanulni, meg ezt így felfejleszteni. Hát így relaxálgatni próbálok, amikor így van időm. Meg hát amit mondtam, a zenét, tehát nekem az egy nagyon-nagyon jó terápia, meg ezek az előadások iszonyatosan kikapcsolnak, és nagyon sok új dolgot mondanak, amik így fejlesztenek. De jó, igen, egyébként, meg amúgy vannak olyan vezetett meditációk, amik simán hanganyag, tehát szintén reklámhelye, Farkas Ibolyát nagyon szeretem, angyallátó médium, neki is vannak például vezetett meditációi, de több is, tehát akár a YouTube-on is meg lehet találni egy csomót, meg amúgy ez a nagyon jó, amit mondasz, hogy nem úgy kell elképzelni ezt az utat, amin járunk, hogy most akkor feltétlen, nem tudom, el kell menni Indiába is akkor, mint az Ízeki megszerelmekben például ilyen elképesztő energia befektetéssel nagy utakat tenni. Elképesztő energia befektetés az van, de egy helyben is meg lehet ezt tenni, és mosogatás közben is meg lehet ezt tenni, és egy nagy séta, vagy egy futás, az ugyanúgy lehet feloldozó jellegű, mint egy nem tudom, elefánt sétáltatás, vagy egy közös meditáció az ashramban. Tehát, hogy igen. Tehát mindenkinek meg kell találni azt, ami a leginkább hozzá közel áll technika. Tehát van, amikor például hetekig nincs semmi. Tehát, hogy én azt is tudom, hogy annak is ott van a helye. Tehát, hogy már nincsenek ilyen nagy elvárás, hogy magam majd, most 3 hétig nem meditáltam, úristen, már akkor letértem az ösvényről. Bocsánat. Ugyanúgy halad, csak hát most érted, van, amikor most ez van, aztán az van, el kell fogadni mindent, hogy éppen nem úgy történnek a dolgok, ahogy te ezt úgy magadtól elvárnád. Így van, néha így vihars... Bocs, igen. Bocs, csak ennél, hogy mind a fejlődés része, igen. Így van, és időnként meg kell pihenni, tehát valamikor nagyon sok új impulzus érden, valamikor le kell ülepednie, hogy abból az avarból tápláló talaj váljon, és majd abból új magsar jadjon ki. Úgy van. Mind,
mindennek megvan a helye és az ideje, és tényleg nem kéne ilyen túlzott elvárásokat támasztanunk magunkkal szembe, csak érezzük azt, hogy mindent megteszünk magunkért, nem kell beleszakadni, csak tegyünk meg, igen, amit jónak érzünk, amit fontosnak érzünk magunkért. Pontosan így van. Igen, igen. És az én...